A csíkszeredai városházán szombaton délelőtt ünnepélyes keretek között köszöntötték a székesfehérvári delegációt, dr. Cserpalkovics András polgármestert, Róth Péter alpolgármestert és Mészáros Attila ifjúsági tanácsnokot. Az eseményen sor került annak a testvérvárosi szerződésnek a megerősítésére, amelyet március 12-én Székesfehérváron írtak alá először. Nem csak egy megállapodás megerősítése történt itt ma, hanem tartalommal való megtöltése is megkezdődött már. Azt is mondhatnánk, hogy hosszú évek óta zajlik. Nem az a meglepő szerintem, hogy Csíkszereda és Székesfehérvár testvérvárosi megállapodást kötött egymással, hanem az a meglepő, hogy erre csak most került sor. Csíkszereda polgármestere úgy fogalmazott, rendkívüli ez az esemény azért is, mert legalább három emberöltő óta ez az első olyan megállapodás ezen a helyszínen, melyet két magyar állampolgárságú ember ír alá. Rádúj Róbert Kálmán úgy véli, a megállapodás egyik fontos eredménye kell, hogy legyen, hogy a mai gyerekek tisztában legyenek a kapcsolat valós történelmi hátterével. Cáfoljuk meg, amit 89 és 89 előtt, elsősorban a II. Világháború után tanítottak az ottan és az itten gyerekeknek is. Próbálták tagadni, ami addig volt, hogy gyakorlatilag Székesfehérvár és Csíkszereda egy országnak a része volt. És hogy mi köti még össze Csíkszeredát és Székesfehérvárt? Rádúj Róbert Kálmán erre úgy válaszolt, mindkét város családcentrikus keresztény értékeket ápol, valamint komoly történelmi hagyományokat őriz.